szaladgál körbe, akkor jó, fejbe baszom nyilván most. Te mit csinál ez itt gyakor? Az igen! Az leugrott, geci. Az mi a fasz volt? Beugrott a kráterbe az ember. Jó, na és akkor most... Azt a jó kurva életbe, ezt hogy bírta megcsinálni a game? Ezt láttátok megint? Hát tehát az agyamat eldobom ettől a játéktól néha. Tehát, hogy... Úristen, de szar vagyok, bazd. Aha, már lő hátba, de nem hol? Tudom, hol. Erre? Nem tudom, nem látom. Itt van alattam valahol, ahol én vagyok. Akkor a házban, nem? Számolok. Okay, 3, és kezdjetek el charge-olni. 3. Na menjetek oda, én nem tudom, hogy ez a kék már megint most hova a faszba fog vezetni. Bazd meg! Geci! Nem csírhang volt. Nem, a szellem, tudod. Mert, de viszont ha úgy nézed, tehát én nem tudom, én így ezt itt valahogy így ilyen sok olyan tágabb izéből. Jézusom! Ezt most mit csináljak? Ez úgy néz ki, mint én reggelent, amikor főkelek az ágyba. Oh, a faszomat. Nézd már meg azt a fejet. Kitisztult a kép. Szóval most az van, hogy... hát... Én többször felszólítottam, hogy ne. Mondtam neki, hogy nem lesz jó. Figyeljetek, itt nem lehet semmi baj. Oh, a büdös kurva élet! De hogy siker... Kifagyott. Aha. De... Nagyon nagy a baj, fussál már! Mi a kurva anyám fasza volt ez? Na azt klippeljétek ki, most azonnal! Azt klippeljétek ki, hogy ott volt azt a minő, hogy baszott futni, a baszott kurva anyám. Arra van 3. Semmi gond. Jó, én kifagytam a fomból. Dark, azt le tudod ütni úgy, hogy meghalljon? Le. Jó, akkor gyerünk. Üssed, a többi nem fog fölkelni. Ha meghal, okay, akkor nem fog fölkelni senki. Oké. Okay. Back. Izén fómozd be az egészet. Tudok, nincs már fóm. Ó, Istenem. Micsoda. Halló. Jó napot. Csöldjek urak, utentál kellemes hétvégét mindenkinek. Ami most nincs. Itt vagyunk, itt elcsekek. Halló? Nem álltok? Csá, megnézzük. Halló? Aha. Halló? Most jó. Oké, okay. Na szevasztok srácok, hello stream, guten tag, Grabó, cső, Solbersingur, jó napot, hello Ricsi, hello Gabesz, jó napot, hello Robi, csosztada nézzé, bazd, hát ettől. Gyerekek, ez a haj,
Ez lassan kezd az elfogadhatatlan. Jó reggel, Csicsoello. Robi, nagyon szépen köszönöm a 100-as cheeredet, thank you. Hát most izé van, skacok. Ez a Movember, vagy minek már mondjuk igaz, hogy március van, de hát nem számít. Azért, mert már ehhez sincs most kedvem, bazd meg. El kell menjek fodrászhoz. Meg ezt le kéne ezt a rőzsét szedni, ezt a szakálkezdeményt, hogy 37 évesen ennyi arcszőrzetem van, bazd meg 2 hét után. Tehát itt oldalt semmi, itt ilyen kis gyomfoszlányok vannak. Itt, de hogy nem is látszik. És itt van, meg itt van egy kicsi. És befejeztük. Ennyi van. Szia, Judy, hello, jó napot. Én most tartom. Hát egyébként ezt úgy fél óránként megkapom a Petrától, hogy szívem, fodrász, az mikor lesz? Hol van a... Szerintem is egyébként fasza, hát ilyen ápolatlan szar, de hát most ez ilyen. Odaad nekem se, én is csak kecske szakába vagyok erős, hát de én még abba se. Tehát, hogy azért ezt úgy erősnek nevezni, tehát hogy ezt így konkrétan ilyen kis puha sejmes. Tehát, hogy ezzel ízérni lehetne. Azt tudom elképzelni, hogy a kise csette, hogy festeni a sarkokat. Ez arra lenne jó így. Faszak. De mindegy is. Rebellis kósz a szakálszálak. Ja, azaz, igen. Hát ez ilyen, de hát a faternak is elméletileg így volt, aztán ő is beerősödött így 40 fölött. Aztán keményen most már telibe szakálla lenne, csak hát egy borotválkozik minden nap. Hello, Totrolus, csöcső. Jaj, na, skacok, a mai napra egy olyat terveztem, hogy láttam az egyik külföldi nagy streamernél egy gémet, ami olyan, mint ez az Impossible Climb, meg ezek az ilyen, tudjátok, az ilyen igen erős rage gémes játék. Ez arról szól, hogy egy félmeztelen faszival emlékeztek a bográcsos gémre? Egyébként azt is kijátszottam, csak ezt nem streambe még, bazd meg. Faszom, azt lehet, hogy az kikéne tóni streambe is. Amikor bográcsba ütünk. Meg mi volt a neve? Azt nem is tudom. De mindegy. Az a címe, hogy a Difficult Game About Climbing. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Ez egy kőkemény 10 eurós játék volt, úgyhogy ezt behúztuk. Getting Over It, azaz. Azaz, igen. Várjál már, bazd meg, hát ez így in medias res. Ez így kezdődik? Semmi menü nincs? Hát az fura. Bazd meg, ez egére nagyon rossz lesz. Ezt el sem merem kezdeni. Úristen, bazd meg. Kacok, itt föl kell rakjam a DPI-t. És akkor az a lényeg, hogy így menni kell főfele. Tehát a bal egérgombbal a bal kezemet irányítom, a jobb egérgombbal meg a jobb kezemet irányítom. Hát ez biztos, hogy kontrollerre lenne a fasza amúgy. Ja, értelek, tesókám, tehát azon nem tudunk megkapaszkodni, ez fasza. Jó, a gumin azon igen. Őristen. Figyelj, elkaptam az uzmót, faszom. Aha. Jézus atya, úristen. Hát ebben igen gyorsan kézizzadás fog következni. Egyébként így... Hogy törne ki a kis kezed, bazd meg! Ja, hogy te egy keresztbe is tudod. Az igen, Tarzan. Oké, eddig stabil, mint a bika szar.
Na várj, és most? Az meg le fog szakadni. Leszakad? Mi a faszom az a doboz? Dude! Úristen! Már most begörcsült a kezem! Húha! Várjatok csak! Azaz! Basz meg! Elzsibbadt a kezem. Szia papucs, jó napot, jó napot. Na hát ez nem biztos, hogy egy jó ötlet volt már amúgy. Na várja, elnézést és checkpoint le... Igen? Ezt nem tudom, hogy mertem megcsinálni, de megmertem. Várja. Van benne ilyen momentum egyébként, tehát hogy ugye lendületből szépeket lehet... De most és ha innen leesek, akkor mi fog történni? Hát oda nem bírok átmenni. Ha megyek le. Nem innen kezdtünk. Kacok, ez az eleje. Nem ez a két gumis? Bazd meg, azért elég jó fizikus van benn. Miért gondolom én úgy, hogy ez az eleje, ugye? Visszértünk az elejére. Várjátok, egyet tolok föl a DPI-on. Már ha bírok. Ja. Nem tudom, merre menjünk amúgy. Oda nézzél, hogy megyek? Jandi! Hát csak azok jó van, nem tudom. Szerintem ott voltunk a végén már. Ez hülye, bazd meg. Ezt a gémet. Igen, határozottan úgy emlékszem, hogy itt voltunk. Mindegy. Ujjajajajaj! Pillanat! Oda kapaszkodj a sarkát... Móni! Úgy az, ügyes vagy! Az nem jó! Itt jött, itt pedig itt jöttem fő! Anyád! Azaz! Oké, okay, itt vagyunk, again. Igazából nem is leestem, bazzeg, az a legszebb az egészben, hogy nem leestünk, hanem... Hanem... Hát ez egy nagyon nagy suffer game lesz, ez már... Hú, bazd meg. Na és most itt mit csináljak? Itt még szerintem tudja, hogy ide kéne jönnünk.
Na ez az, itt még mondjuk, hogy itt jók vagyunk. Itt kéne találni valami megoldást. Lehet, hogy oda kéne átmenjek. Tuti, hogy arra kell menni. Ha de... Jézus! Hát ez csodálatos lesz. Nem értem, tehát oda nem tudom, hogy át tudnék-e menni. Elméletileg át. A hangerő egyébként jó nektek, skacok? Megörcsöl a kezem. Megörcsöl a kezem, Móni. Jajajaj. Azaz, most már értem. Aztán jó magas a fő tudám nyúlni az ipse. Megörcsölt a kezem. Hát na uraim, és most? Tehát itt akkor megegyezhetünk abban, hogy erre kell jönni, ugye? Ugye erre. Erre. És... igen, és most? Már lehet, hogy erre csontra? De ez itt erre jó? Szerintem ez jó irány. Nem jó irány, mert ez itt meg már voltam. Várj, oda nem tudok főmenni. Várj. Szerintem oda nem. Ha! Bazd meg! Hát skacok, akkor nem tudom merre kell menni. Jaj! Faszom! Nem tudom merre kell menni. Pedig ez még a játéknak a legeleje, rágod? Na mondjuk ez biztos, hogy nem billentyűegeres gome. Hát, tehát ez tuti kontrollerre van kitalálva. Ez brutális billentyűegére amúgy. Szegény kezeim! Oh. Oké, Robi! Csöcső! Ebből mi lesz, bazd meg? Jó, bevállaltuk ezt most, amúgy. Baszod! Jó, meg vagyunk. Azaz. Wow. Hova kell menni? Eddig tök egyértelmű az útvonal. Klippeket tessék gyártani, azt mondja. Jó, jó. Persze. Hát én ezt nem értem itt. Azt mondja, hogy itt lefele jöjjek. De...
Én szerintem itt erre kéne eljönni. Itt erre. De hogy? Ez valószínű valami olyan ugrás lesz itt, hogy... Hajjaj! És a kérdés, hogy lesz-e benne egyáltalán checkpoint vagy valami, mert... Ez olyannak tűnik tényleg, hogy visszaesebb, de ilyen soft checkpoint az biztos, hogy lesz benne, annak kell, hogy legyen. Itt erre kéne rájönni, hogy ott arra kell-e menni, vagy nem. A kezem ezt nem fogja sokáig bírni most az a helyzet, úgy el van ettől szokva. Már most görcsőnek az ujjaim, mert ezt valahogy a DPI-t... Várjál csak, erre nem tudok shortcutolni amúgy. Nem. Sajnos nem. Valahogy a DPI-t, mert ugye 400 DPI-jel játszok, ezt fő kéne venni ki, hogy itt most 2000-re. Ezt az extra large gérpadot, ezt most igen komolyan abuse-olom. Hú, bazd meg. Hát nem azért mondom, kontrollerre nem fog menni. Még annyira se. Tehát ahhoz, azt gyűlölöm, azért nem játszok semmit kontrollerre. Ja. Húha! Jézusom! Most mi van? Tesó. Azt még nem bírod elkapni most, na végre. Húha. Egyre nehezebben jutunk fő odáig, ahova elsőre főmentem. Ez nagyszerű hír. Ok. Mert itt igazából már itt ennek nincs értelme, hogy főmenjek, ugye? Ja. Igen, mert így lehet így dülöngéni benne, az... És mi van, hogyha én most innen így neki mennék egy ilyen... Tehát, hogy várjál, így innen. Így. Vagy lehet, hogy... Várjál, lehet, hogy föntebbről kéne? Kizárt, hogy itt egy ilyen ugrás legyen. Szerintem kurvára nem arra kell menni. Tehát így a semmiből egy ilyen ugrás, az fura most. Wow. A jó kis új egeremet tönkre is teszem ezzel a gémmel most. Wow. Ez az. Uop. Haló? Igen, a kontroller az nálam, az. Megy, ez simán megvan, tehát... Most ez mi a büdös fasz volt? Skacok, ezt nézzétek meg, nekem létsz, hogy arra kell menni, mert még itt 10-szer nem megyek, nem vagyok hajlandó odáig főmenni, utána ott fixen leessünk, ha nem is arra kell mondjuk. Csak annyit nézzétek meg, hogy arra kell, tehát hogy ott kell átugrani. Hogy keressek másik helyet. Nem arra kell menni. Oké, köszi Ricsi. Na azért. Azért, mert egy magával mászással nincs bajom.
Tehát, hogy az így stabil, és majd ugye próbálok gyorsabban menni, és az még nem teljesen működik. De egyébként ez, hogyha így rendesen a kontroller, csak ugye elfogy az egérpad, és azt látom, hogyha ezt így folyamatosan tolom főfele, akkor ilyen nagyon nagy lendülettel tud mászni. És ugye a kontrollerben meg mondjuk az a fasza, hogy ott nincs vége, mert az csak nyomnod kell azt a stickert. Hát így meg elfogy az egérpad, egyszer csak vagy lemegy az asztalról, vagy neki megy a billentyűzetnek, és akkor elmegy a lendületem. Nézd meg, hogyha így most... Hát ad egy... Na ennyit tudtam, figyeld. Ennyi. Tehát kettőt tudok ezzel a szenze... Mennyi a max DPI az egérem? Várjatok, ezt fő kell rakjam, mert tehát ezt mondom, ezt a tízszeresére kell növelnem ezt a szenzet. Várj, nincs benne menü a... Na ez az, várja. Nagyon jó. Ó, na itt lehet növelni. Grab. Pull up. Na nézd meg a kontrollerre, a két sticker, ennyit kell csak nyomogatni. Can help reduce arm fatigue you, but it's not necessary to play. A dupla V. Oh. Várja, itt a space-szel tudok ilyen izét csinálni. Ilyen kilökést. Aha, mondjuk az jó hír. Wow. Hova faszomba kell itt menni, uraim? Mere, nézd! Látod? Ez volt ez a space. Ez a kilökés. És akkor ugye elkapja ezeket a magasi dolgokat is. Jó, ez a szenz, ez meg már lehet sok lesz, bazd meg. Ok. Na várj, akkor nézzük meg, hogy merre kell menni. Valamiben nagyon csúnyán beakadtunk. Szenz? Sok lesz ez a szenz. Ez meg már nem jó, bazd meg így. Hát ez érdekes akkor. Vissza kell rakjuk. Már egy ilyen finom mozgást abszolút nem tudok csinálni. Úgy rezonál a kis faszik keze. Na, akkor merre? De hát itt muszáj jobbra mennem, nem? Tehát itt ez még gyanús, hogy itt erre kell menni. Erre. Tehát eddig jó. És itt van ez a valami, és hogyha itt leesek, az már nekem nem. De hát akkor nem tudom, merre kell menni. Nincs más útvonal. Tehát akkor nem oda kell mennem oda-arra. Oda kell átmennem. Jó, oda kell átmennünk, hát ez fasza lesz. A space működött. Ne engedd, bassz meg! Huh?
Jézusom! Úristen! Azt a kur... De várjátok, vissza kell rakni ezt a szenzet. Ez most azon ment. Ide. Hát, akkor ez így marad, akkor... Jó, hát nem most már tudjuk, hogy mi van. Azt a kurva. Lehet, hogy a kettő közé kéne beraknom. Hú, ez nagyon rejsz. Úristen, ezt addig fogom tudni csinálni, ameddig tényleg véglegesen be nem görcsöl a kezem. Aztán akkor annyi. Aztán akkor majd folytatjuk. Úgy látszik, hogy ezeken az ilyen tárgyakon így csúszok. Jobban csúszok, mint kellene, és csak ilyen nagyon finoman lehet megfogni, akkor nem csúszik le. Na most nézzük meg, hogy működik-e megint ez a space-es móka. De most meg nem működött. Na váltok, ezt az ugrást itt a legalján megnézem, tehát itt. Itt, hogy hogyan tudok így lendületet adni magamnak, mert ez ugye az, hogy főmászok oda 3 perc alatt, azt utána már fixen leesek, az nem jó. Ah, na látod? Na ezt kell nekünk. Mert ez történik, és ezt itt akkor le tudjuk ellenőrizni. De mi a fa... De mert érdekes, mert most visszavettem a szenzet, most meg sem tudom csinálni. Hát tudod? Várjál, van még egy gondolatom, hogy előbb el kell engedni a bal gombot. Aha! Ez lesz az. Ez lesz az, reméljük. Tehát, hogy amikor már veszem a lendületet. Aha, akkor előtte el kell engedni. Azt akkor elrepül a faszopója. Jó lesz ez akkor így. Vagyis hát bízzunk benne. Nézzük meg itt még egyszer ezt. Tehát veszem a... Várj, és mi van akkor, hogyha dupla kezes brácsáztatást csinálok? Így. Ezt figyeld. Hello, Raziel úr, jó napot, jó nap. Hát, ez egy megbaszott egy játék is szombatra. Ez egy ilyen rage game. Olyasmi, mint az Olliát. Fő kell jutni. Van ez a kis répafejű emberünk. És mászni kell. Hát, csodálatos. Minden vágyam ez volt egyébként egy szombat délelőttemet egy ilyenre basszam el, de hát... Most már egy utólag lehet. Oda nézzé, hogy megyek? Őristenem. Na, ezt meg kell oldani, azt meg kell tanulnunk a... Jó, hát ezen. De pocok! A jó... Ezt a space-t még mindig nem értem, ezt a space gombot, hogy ez pontosan mire lesz itt nekünk jó. Nyugi. De hát most ezt nem tudom elkapni! Mónika! Mónika! Leszedem rólad még azt a kis maradék gatyát is a... Megvagyunk! Oh,
hogy szakadna be a körmöd ilyenkor, amikor mászod azt a márvány falat, te szerencsétlen. Jó van, megvan. Jó, csak tovább, csak szépen főfele, csak nyugalom, mindenki nyugodjon meg. Szépen, óvatosan fogd meg ezt. Ez az. Jó. Várjál, már lendülök. Jó napot! Hú-hú! Basz meg! Láttad, hogy ellendült? Azt remélem mindenki látta. Na, azt figyeld! Húzzon keresztbe! Egy talicska apró majom, te szerencsétlen! Hogy lehet így úszni, basz? És most megint mehetünk fel odáig. Ezt akkor ezek szerint még mindig nem értem ezt az ugrást. Pedig ez egy alap izé lesz. Várjál. Innen neki ugrok. Így nem jó. Hál' Istennek nincs. Hogy kapok rendesen lendületet? Nem jó. Tehát itt van valami feature, mert ez egy alap dolog lesz szerintem. Nem tudom, pedig az előbb olyan... Na várja. Nézzük csak meg így. Lehet, hogy szimplán a szenza baj. Hogy ezt ezzel, hogy szenza nem lehet elérni. De látod, most meg más sikerült, tehát hogy így egy kicsit most úgy vett tizét, tehát repítem oldalra. V or space pull up. Hát de ez az bazd meg, hogy te ennyit csinálsz, hogy éppen reszeled a cerkát a kőre. Ezt csinálja véve. Oda néz. Masszírozza. Csak nem látszik. Ennyi? És hogyha ezt úgy csináljuk, hogy... Mit se volt jó, de azt az előbb ilyen tökéletesen megcsináltam, csak nem tudom, hogy hogy. Mit se jó. Látok, jó lesz minden itt. Na nézzük, várjál, nézzük még egyszer a dupla kezest. A kakukkos óra effektet, figyeld. Csak az a baj, hogy így meg megfordul a szerencsétlen. Tehát így egy ilyen izét nyom, ilyen, azt a, mind az úszók, amit szoktak a deszkáról, így tudod. A toronyugrást, vagy mi a fasz az. Nem vagy már kicsit vizesebb a kelleténé, uram? Hát akkor is ezt itt meg kell tanulni. Jó, nem tudom, Nikó kell elengedni, valami biztos, hogy ettől tud. Na, hát ez most így jó volt. Csak még nem értem mindig, hogy ezt hogyan reprodukáljam tudatosan. Igen, ugyanolyan, mint a Getting Over itt irányítása volt amúgy. Na menjünk, nézzük. Lássuk, miből élünk. Vessze meg. Ezt a susuikás. Hallod, hogy megnyújtak a kezei? Nem, mit csinálsz? Az, jó, az. Ezzel a szenze meg nem lehet kicsit... Jaj!
Mit csin... Fogd meg azt az elosztót! Fogd meg! Úgy. Úgy. Üdes vagy. Ezzel nem tudom finoman. Nem tudom gyengéden. Mászá, te dugófejű. Az nem jó. Az 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 jó. Várjál, figyeld. Most jön ezé. Dzsungó! Bazd meg. Láttad mekkorát elugrottam most? Na innen kéne ezt újra reprodukálni, uraim. Ezt a műveletet. Na figyeljetek, toronyugró egység. Készítsd a tested. Ezt el fogom baszni már. Most látom. Na most ez hogy sikerült? Most megint megnyomtam a space tút közben amúgy, csak szólok. Jöjj! A szopovár! Hello, Slatsz úr, jó napot! Ott jó. Basz meg, fogd meg! Fogd meg! A kezeim! A kezeim! El fognak szenesedni! Jaj, ne! Ne, ne, ne! Na itt a baj, mert itt meg most a love sense kéne, bazd meg, nem bírom megfogni azt se! Húzzad, húzzad! Kapaszkodj! Kapaszkodj, te húri horgas! Checkpoint! Checkpoint! Oké, okay, na most rá is jutott. Jó van! Ez nem volt para az az egy ugrás, amit még mindig nem értek, hogy van. Ezt az úszást figyeljétek, gyerekek! Hát én jövőre az első alkalommal, ahogy lemegyek a Balaton-Almádi strandra. Ez lesz a múlt, bazd meg! Vágod? Az új tax! Nekem nagyon hangos még mindig ez a vízcsobogás. Na így jó. Szóljatok a recseg esetleg, mert véletlen hozzáértem a mikrofonhoz. Hangos? Így jobb? Pattog. A kurva élet pillanat. Halló. Halló. Hát ez több sebbő vérzik. Így jó. Most elméletileg megjavult. Ez egy easy játék lesz, gyerekek. Ajjaj. Ajjaj. Na figyelj csak, nokedlő. Tudod, mit kéne csinálnod? Azaz? Úgy üdv. Jó van, semmi probléma. Azon nem tudsz megkapaszkodni, Móni! Mónika! Jó van, nincs gond, mert... Nem tudom a szenzer mi legyen, mert a magas szenzer meg tudom csinálni ezt a hülye ugrást, ami nélkül ugye tovább se tudnék menni. Viszont nem tudom a precíziós mozgásokat csinálni vele. Egyébként a fizika az kurva jó a játékba. Jézusom, ez olyan, mint a régi Oroszlán királyban volt a Timon és Pumbás rész. Uh-oh.
They say bad, ba ba ba. Jaj, ne már! Móni! Esély bele! Várjátok, vissza kell rakjam egy kicsit. Na mindjárt meg kell találjuk, hogy melyik lesz az a szenzor, amivel mind a kettőt meg tudjuk csinálni. Na ez már például ez sokkal jobbnak tűnik. Így. Mert így nem ugrik úgy egyből el az embernek a keze. Ez így fontos. Forró nacis. Hát így gyerekek, még nem tudjuk, de valószínű, hogy a getting over itt, de a faszi kiszabadult a bográcsból. Mert nagyon hajaz rá a test felépítése. És itt ugye olyan, hogy a vízbe olybá tűnik, hogy ha mellé nyúsz, akkor elengedi a izét is. Aha. Oda nézz! Jézusom! Az meg mi van itt? Kapaszkodjál, Móni! Várjál, ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy úgy, nem, úgy. Ezzel jobbosra. Az a cerka, azt nézheted? Figyeld, hogy lenézett az ember. Hát mi van ott? Uha, az ott baj. Bazd meg. Nem jó. Egér. Markolj már a bazd! Nem bírom. Na végre. Oké. Okay. Jaj, nem, mi ez a haláljel itt? És most? Ha innen leesek, akkor beesek az aljára, mi? Aha, várj csak. Haha. Ott van a mennyasszony. Azt hiszem, ez kevés lesz ez az ájkoszos cigaretta. Jó van, nincs ez olyan messze, skacok, nincs ez olyan messze. Easy. Jogi. Uva. Aha, nem jó. Balos. Fogjad át, úgy ügyes vagy. Mit csinálsz? Ne! Az a lényeg, hogy ne essünk vissza. Itt már jó, itt már biztonságban vagyunk. Hú, hát ez így gyerekek komoly lesz ez a billentyű egérre. Ezt már most mondom. Ez egy szafer lesz. Vagyis igazából egérrel, mert ugye, tehát nincs benne a billentyű, az nem is kell. Csak egérrel megy. De haló. Azaz. Fogod. Ha remélem ez most nem fog itt leszakadni, mert akkor most... Akkor abu baj lesz. Azaz, csak szépen kapaszkodjál.
Elfogyott az egérpad. Azaz, most a másik kézzel, itt egy kicsit megmosdunk. Jaj. A kezem. Na uram, na mit csinál? De hogy a faszba lehetséges ez? Csak finoman, gyengéden uram, gyengéden, nem kell kapkodni. Gyengéden, gyengéden. Azért ennyire. De most ez láttad, ez a szenz miatt volt megint. Most? Jó, ez megint checkpoint. Oké. Csőj, Maci bácsi, jó napot! Oké, ez jó hír. Ez már ilyen termálfürdő egyébként. Vagy a buborék az... Megörcsült a kezem. Már most. És a cigibő sikeresen, szerintem egy 3 slukkot tudtam szívni. God damn it. Húha. It's gonna be painful. Szóval úgy kéne csinálni, ne görcsöljön be az ujjam. Ajjaj. Na. Ezen? Oha. Na várjál, kezdődik, ez megint egy olyan ugrás lesz, mint ott az elején, ami volt. Vagy... Oké, ezt itt fogjuk akkor megtanulni. Aha. Na ez itt mondjuk is szerencsés a game-től, hogy egy ilyet így ide rakott, felpróbáljuk meg a... Na ez így biztos nem, tehát biztos bal kézzel kell indítani. Hát ez várató volt, hogy arra nem tud menni. Hát akkor itt kezdődik a szopás valószínű, hogy itt az első ugrás ilyen. Hogyan tudok így fölfele lendületet venni? Hát most itt meg fogjuk tanulni. Mert egyébként nem megyünk tovább. Az a bónika. Hát de haver, tehát hogy... Tehát hogy én értem... Itt nagyon szép a mozgás kultúrád, de... És kedved a fejedet beledugni... Innen. Aha, ez már olyasmi volt. Ki kéne próbálni több opciót. Várjál csak is, hogyha... Ah, de közben nem tudom, de hogyha elengedési pillanat előtt megnyomom mondjuk ezt a fölfelét, akkor mi történik? Hát lófasz. Jó, tudom én, hogy szereted ezt a pezsgőfürdőt, azért esel csak vissza. Igen, mert főfele tud. Várjál is, hogyha... Aha, na lehet, hogy ez itt... Egy lesz a kutya elásva.
Ez lesz az az ugrás. Tehát föl kell magam húzni. És közben elengedni oldalra. És akkor tudok kirepülni. Vagyis hát remélem. Csak közben kicsit oldalra. Hát tudod, ez már olyan olyasmi. Ezt az úszást én ezt nem bírom befogadni. Ez lesz az. Oké, most már szinte biztos, hogy ez lesz az. Visszahúztam az egeret. Hú, bazd meg, ennek nagyon nyomorult a izéje, így az irányítása. Nem véletlenül. Megint visszahúztam. De ez kéne, hogy legyen. A szoporzítás. Kis ködme. Ahogy van, full, hallod, fulladjál meg. És akkor vége. És akkor mindenki jól járt. De miért húzza vissza a kezét? Hát ott megint pedig most úgy húztam jobbra az egeret, mint annak a rendje. Szerintem csúszik a keze. Ez lesz az. Ha belendítem, föl. De nem kap lendületet, még így se. Hát ez fura nagyon. És így visszaesik. Gyors kérdésként láthatod, hogy megjelent a Classified France, XCOM-szerű. Tényleg? Azt nem vágtam. Azt tedd majd belépci az izébe a játékajánlóba. Nem értem, hogy miért csinálod ezt, Mónika. Nekem jó itt mondjuk. Nem kell nagyon mászni sehova. Legalább tudjuk gyakorolni ezt a csodálatos ugrát. Várj, és ha most csak simán elengedem így. Akkor ez történik. Aha. Állatja a fődnek. Oké. Okay. Ez meg, hogy fölnyújtja a kezecskéjét? Csizolko úr! Összetettem volna az egeret. Nem szabad. Hello nagy ercsőcső. De ezt nem értem most kajak esküszöm. Tehát most megpróbáltam öt különféle izét. Most úgy átkötném a kontrollert megnézni, hogy azzal milyen. Egyszerűen nem bírok semmi, sehogy lendületet venni így. Be és ha dupla kézzel. Akkor meg elengedi. Ja, ezt is már próbáltam ezt ezelőtt is, de így abszolút mindig fejre áll. Szerintem ez itt szimplán a sensitivity kérdése, mert most mindjárt megnézzük, hogy följebb rakom. Tehát itt jobban ki kéne így... Hogy ezt figyeld? Nézzük meg így. Csak ugye így meg precíziós izért nem fog tudni csinálni semmit. Haladok, csak visszafele. Egyszerűen nem vágom. Pedig most a szenz is majd nagy. Abszol, hogy a faszomba van ez? Hát erre rá kell jönnünk, mert konkrétan mondom, hogy ez biztos, hogy alapugrás lesz.
Hogy a faszba van ez? Hát tudod, így vázza a szenze, meg sem bírok itt kapaszkodni properly. Hát ugye úgy volna normális, hogyha én így ezt elengedem, és akkor... De nem megy át, tehát nincs akkor a lendület. És ez egy... Ez itt egy alapizének kéne, hogy legyen. Húha! Csőkonti... Pont ezt mondom, ugye, hogy ez egy alapugrás lesz? Hogy ezt itt meg kell tanulni? Én is úgy éreztem ezt. Ezt a kurva, hát enélkű. Baszki vagy. De Konti, te izével tolod ezt? Megérre? Én ezt most még nem tudom itt földolgozni, ezt az ugrást. Hogy itt ennek mi a... Hogy hol van a momentum. Még nem jöttem rá erre sajnos. És neked nem görcsöl az ujjad? Mert nekem már most fáj. Valószínű ez a space gomb, ez lesz itt a megoldás. Ez a főhúzás. Hát nekem is már a kis ujjam úgy görcsöl, mint a szar. Csak nekem meg a kontroller az ilyen... Na, hát valahogy ez volna a lényeg. Hát, ha ezt nem tanuljuk meg, gyerekek, akkor... Hát gondolom kontroller is ugyanilyen szopás amúgy. Csak ott nem görcsöl az ember ujja. De csak mit csináljak még máshogy? Ez a nagy kérdés. Lehet, hogy ilyen fél hold alakot kell... Várjál csak, lehet, hogy ez volt a baj, hogy én csak oldalra húztam az egeret, és ilyen U-alakot kéne leírni. Mert így jobban dülöngél. Én úgy voltam vele, ez miatt, hogyha majd lesz ide, vagy kedvem max, akkor... Ja, aha. Hát... Én is majd... De meglátom, mert a szombat délelőtt... Azt azért most így erre elbaszni, gyerekek. Igen, mert nézd meg, hogyha ilyen U-alakokat írok az egérrel, akkor ilyen nagyon kis ügyesen. Aha! Ez az! Na ez, that's the way, aha. U-alak. Igen. Na, de most már ez már reményre ad okot. Tehát nem az van, hogy pofával beleplacsanak a vízbe, hanem most már úgy megyünk egy kicsit oldalra. A 4 órás session után konkrétan, amit alakaroztam. Igen. Ugyanez, nekem is. Tehát én most egy órája játszok vele, de a kis ujjamat már most nem érzem, úgy szorítom az egeret, mint egy őrült állat. De szerintem ez Konti rajtunk kívül nem nagyon tója más egérrel, mert ez azért elég ilyen controller advised game. Oké, ez lesz az, csak ez szerintem egy kicsit talán előtt kéne elengednem az egeret, talán. Na párt, jó, U betű. Csak most meg nem ment el odáig. Biztos van benne ráció, rá kell jönni mi. Na már is, hogyha U betűzök és közben megnyom a space-t, akkor mi történik? Mindig itt... Semmi, kitörik a keze, bazd meg. Hol a space? Most? Nem húzza úgy fő magát, csak így. Ezt a kurva. De minden játékban van ráció, csak meg kell találni. Ez egy fontos jelentés. Most előbb engedtem. De figyelj, egyébként a fizika az rendben van benne, mert tényleg az történik. Csak végse. Nem enged, csak a izébe lehet ebbe a kis kitüremkedésbe. Hát az, mondom.
Ebből fulladásos halál lesz előbb-utóbb. De Momentum biztos abból jön, hogy mennyire leng a faszi. Na ebből. Tehát ezt kéne. Látod? Hát ez viszont, ha basz meg, hát ki fog törni a kezed? Tehát az egész billentyűzetet le kell vegyem innen az egérpadról, mert nem fog elférni. Ja, meg kéne a brácsával támaszkodni, azaz Razia, az a legjobb ötlet eddig. Csak az a baj, bazd meg, te kis kopasz, az a baj, hogy te ennyit csinálsz. Ez a probléma. Vágod? A két hónapos gyerekem bazd meg jobban mozog, mint te. Ez nem igaz. Már az a baj, ez a szenzi se lesz jó, mert a precíziós izék kis elkapásokat, azt meg már ezzel a szenzel már nem tudom megcsinálni. Már ezzel se. Hát, most ha ettől nem kap körömgyulladás gyerekek az ember, akkor zsemítő. Na az a baj, hogy ez még semmi. Mert most itt, nézz oda, most még oda. Ó, hogy szívjad kifele. Figyeld, akkora pofával be fog esni a vízbe, hogy hú. Na hát ezt valahogy pontosan erre gondoltam, de ez így biztos, hogy nem jó, tehát ez... Várjál, lehet, hogy a levegőbe vissza kell húzni az egeret. Mert így a lendületem megvan, viszont... Viszont pofába eldől az ember. Gyerünk U betű, gyerünk U betű, azaz, 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 azaz. De hát nézd meg, hát most már lassan fejje esik bele a vízbe. Próbálok még egy dolgot. Most idét húztam az egeremet sokkal, mert mindig elfogy az egérpad. És most még tovább fogom húzni. Igen, ennyi. Tehát ez a baj. Ez a baj, hogy elfogyott az egérpad, és nem tudom tovább húzni az egeret, és azért fordul vissza. Mert megint kihúzom teljesen balra. Bazd meg. Akkor viszont kell ráadnunk DPI-t, vagy nem tudom mit kéne ráadnunk, csak... Na nézzük meg megint. Megint innen. Hát most úgy megállt ott fönt. De már kétszer sikerült, ez már jó hír. Én ezt rohadjak meg, nem értem. Hova húzogassalak még? Hova, uram? Az úgy. Az a baj, hogy ez annyira instabil, mint a 4-es metró építése volt. Úgyhogy... De, és így behúzza a kis köcsög a kezit. Mert egyébként ez is az egértől függ, tehát hogyha végig... Oh my god. Hogyan tudnám azt megcsinálni, hogy ne dőljön-e? Úgy kéne közben fingani egyet. Úgy alá fingani, és akkor fővinne a turbulencia. Jó, de most már kezdek kapizsgálni.
Aha, és megint szerintem túl későn. Oldalra, oldalra, oldalra. Oké. Okay. Szerintem még egy óra múlva is itt leszünk, ha ez így folytatódik. Megint elfogyott az egérpad. Gyerekek, ez most, tehát ez azért kezd főbaszni. Mert most már kezdem úgy látni, hogy ez tényleg ettől függ most csak. Na viszont valahogy a szengemet akkor fő kéne baszni. Muszkóztákban is működik. Jézusom, így meg már milyen ez a mászás, bazd meg. Hát nem, egyszerűen fogja magát, és inkább a vízbe visszakívánkozik. Tehát most már meg tudom ezt ugrani 10-ből egyszer. Az meg ugye édes kevés. Így se jó. Próbálgatok mindenféle opciót, de egyik se jó, az a baj. Lehet nem is ez lesz a megoldás. Látod, mely a pofával beesik, ha ezt a, azért csinálom, ezt a nagy belendülést. Ez biztos nem jó. Akkor most próbálj meg egy másik fajta megoldást, mert ezt fixen meg kéne ugranom. Ez a space-e, ez szerintem kizárt, hogy működjön. Meg abszolút nincs lendület. Nem csak nem, mégis csak lehet, hogy van benne ráció. Na ez is valahogy ott kéne időbe elengednem. Na, this is it. Ez jobb lesz, mint az oldalra elfejelős fasság. Aha, csak hát ez is olyan, hogy... Mind a telibe szart búváruh a gyerekek, hogy így... Külsőleg jó néz ki, de értelme nincsen. Visszahúztam az egeret. Készségünk, ez igencsak nullás. Ah, na most az jó, az most jó lett volna. Azt nem is értem, hogy tudta fölhúzni magát. Igen, és igen, és akkor utána kéne még az egeret nagyon csúnyán elhúznom jobbra. Elfogy az egérpad, bazd meg. Júj. Visszenz. Nem értem, hogy miért áll meg, pedig most húztam az egeret, ott neki kéne menni a jobbra tovább a levegőbe. Nézzük. Na ez lesz az. Ez lesz, nézd meg, hol kaptam el. Ez jó volt. Ez lesz az, uraim. Nem baj, de egyébként most konkrétan le is akartam esni. Ezt most meg kell csinálni, mert hogyha ez most működik, ha ez most működik, akkor ettől már nem kell félni többet, és ez a lényeg. Yep.
Ez lesz az, de még mindig nem megy teljesen. Mert nem mindig tudom, azt nem értem, hogyha belendítem magam, ezzel a fölhúzással nem mindig húzza fő magát. Az a fura kicsit. Várjál, de lehet, hogy ezt még egyszerűbben elő tudom idézni. És megtak még egy dolgot. Hogy szimplán főhúzom magam egy nagyon pici zéből, így. Aha, úgy már nem, úgy nem. Úgy biztosan fog menni. Hát akkor még egyszer. Ez az. Kis lendülés. Aha, és közbe kell elengedni. Csak ez mi? Ezt én biztos én baszom el. Mert valószínű, hogy így egy picit visszarántom az egeret valahogy reflexből. Mint most is. Aha, és érzem is. És olyankor ugye behúzza a kezét és azért áll meg a levegőbe. Ez a gond. Még édeskevés, uraim. Még mindig, de most már legalább... Aha, ez. Ez a mozgás, ez most már jó lesz. Hát ezt meg kell tanulni. Mert ezt randomban nem lehet. Hát ezt úgy nem lehet, hogy akkor most random bájunk neki. Na, ezt nem értem még mindig. Ez most még az egyetlen izénk kérdésünk. Hogy miért fordul föl a karakter? Na, biztos elege van. Visszarántottam az egeret. Ez egyébként egy érdekes dolog, hogy visszarántom az egeret. Nem értem, hogy miért csinálom ezt. Miért húzom vissza az egeret útközben? Vagy... Mi a faszom ennek a racionális magyarázata, Mónika? Nem engedem el időbe a bal gombot? Pedig elengedem, hát elengedem, hát látom, hogy elengedem. Oké, Baci bácsi, csücső. Na ez most tökéletes volt. És, de, na ez mi? Megint olyan, hogy így a feje visszafordult az embernek. Pedig az első most, az most egy tökéletes ugrás volt. Látod, ez most megint ezt csináltad. Tehát egyszer így visszadobja a fejét oldalra, és hogyha nem dobja vissza a fejét oldalra, akkor tudom megugrani. Na ez. Ez vajon mitől függ? Aha. Később kell nyomni a izét, vagy meg kell... Ja, várjál! Á, na most megvan, most leesek. Na nézzük, hogy most ez tudatosan megvan-e? Ez az. Pedig ebben most úgy bíztam. Még késve, tehát itt nagyon-nagyon koordináltan kell egymás után nyomni a gombokat. Igen. És ha kicsit elkésel, vagy előbb nyomod, vagy később nyomod, akkor az már szar. Ajjajajaj. Szia olajművek, az most mindegy, mert... Tehát most szándékosan most is az előbb leestem a széléről, mert ezt az ugrást ezt be kell gyakorolni, úgyhogy ez menjen fixen. Most mindegy, merre kell tovább menni, az nem számít. Amíg ez az ugrás nem megy, addig fölösleges tovább menni, mert itt ez már egy alap jump lesz.
Bá. És ezt a szenzet, amivel vissza kell lőjük, mert ez kibaszott túl magas. Ezt az egyet még miért nem tudok rájönni, hogy miért dobja vissza a fejét oldalra, bazdmeg, mint egy láthatatlan falba beleütközne. Ez. Kifordul 90 fokot. Jaj. Oké. Okay. Későn engedem el. Na, legyen pizit. Igen. Tényleg. Az igen. Ne. Ez érdekes új volt, de szuper. Ja. Oké. Jó, nem a szuper. Oké. Jó. Ezt láttátok? Telefonálás közbe baszni. És most, de várjál, ezt most úgy csináltam, hogy most nem nyomtam a izét. Most nem nyomtam azt a space főmenős gombot. A nélkül csináltam most. Óha. Óha, Mónika! Basz meg, uram! Mit csinálsz? Menjél! Ne! Hohoho, mi ez a rész, basz? Úristen! Na most hol vagyunk, uraim? Na hát nem erre kellett jönni. Jó van akkor. Várjál. Várjál, visszakapaszkodunk erre. Az a rongyos... Jó van, szuper volt. Csodálatos, pont így akartam. Száradjon ki a segged. Ez így még mindig nem volt 100%-os. Na várj, akkor nem arra kell menni, de akkor merre? Ujj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 
Jó. Ó, je. Ú, ez szép út. Meg, igen, tényleg, Kontina, igen, Konti, jó mondta. Ezt későn engedtem el, és most viszont ezt láttam is már, hál' Istennek. Aha, ez az.
Igen, az az, jó, oké, oké. Na most már egyre világosabb egyébként ez az egész. Mászál, te bohóc! Hallod, az most remélem, hogy a teljes hasfaladat kibontott az az oszlop. Ott arra fölfele kell lehet menni szerintem amúgy. Ez, igen, ez egy ilyen elég random shit. És már megint, tehát ugye ezzel az a baj, hogy addig nem is merek tovább menni, most oké, most már sikerüljek, de most ezt képzeljétek egy olyan ugrásnál, ahol ha elbaszol egy ilyet, akkor visszaese három emeletet, mert az lesz. Hát ezt már látom előre. Junking, ahol csak nyomod a space és tudod... Ja, igen, mert ott van mihez viszonyítani. Itt meg ez nagyon ilyen tized másodpercre leszámolt dolog, bár most ez így, már úgy érzem, hogy így most már jobb, mint egy másfél órája volt. Csak hát ez itt oké, hogy így beesünk a medencébe, azt megint kezdem ezt a részt itt előről, csak... Igen, olyan elég olyan inkonzisztensnek tűnik, na, az tény. Ezt most megint későn engedtük el. Hát és egy ilyet beszapunk valahol ott fent, aztán akkor itt. Megint későn engedtem. Hát hogy egy olyan tized másodperceken múlik. Na, ez nem volt jó. Ezért sokkal előbb kell nyomni. Ez viszont itt legalább úgy jobbra dőlt az ember, az ilyet még nem tudtam nagyon sok szót produkálni. Hát nem balra dőltünk, hanem jobbra. Az szép volt. Ez az. Na uraim, és akkor most. Na, ide kell jönni, hogy itt így legyen időm erre az egész bulira. Ez az. Arra kell menni, bazd. Mit csinálsz? Ja, hogy az is mocorog. Baszod. Na menjél innen el! Az hogy pörög ott, bazeg? Dúú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 
Hát ez ott megint csodás lesz. Ugye? De Mónika! Ó, hogy már tudom, neked is fárad a kezed. Én megértem. Én megértem, én is hasonlóan érzek. Na nézzük, emlékszünk-e rá. Ó, ez az, baby. Most megfelel minden kicsit lejjebbről, hogy így is működik-e. Nem? És én engedtem. Ok. Ez olyan, Geri, igen. Olyan. De getting over it. De a getting over it, nem tudom, abba ennyire az elején nem volt ilyen nyomorút ugrás, mint ami itt egy alapugrás lesz. Látod? És most már megint nem megy. Meg ugye attól függően, hogy mennyire vagy éppen momentumba, attól függően simán elengedi a izét, és nem kapaszkodik meg rajtam, hanem lecsúszik. Ó,
Hát ez itt a világ vége lesz, gyerekek, ha ez most megint elkezdjük csinálni semmit. Na, azért mondom, még előbb kell engedni ezt a szarputtönyt. Még ettől is előbb. Ajj, te kutyafejű. Azaz. Hát bazd meg, leszívom magam komolyan, bocsánat. Ezt a gatyát. Jó van, bőjjék ki oldalra. Jobban mutatsz egyébként is vertikálisan. Vagyis horizontál, vagy mi van? Na mindegy, tehát nem így. Azaz. Mit csinálsz? Nem érzem a kezeid. Bazd meg. Nézd meg, és tocokka vette le a fürdőt. Tocokka. Áj. Jó. Oké. Okay. Ez annyira nem jó hír. Nem nézzük meg azt, hogy innen föl tudok-e már oda menni. Föl. Na most már itt akkor egy kicsit próbáljunk meg haladni. Az igen, ezt láttátok, ezt a majom izőt? Majom tenyérfa... Rohadjál meg, pocok. Ember, megyek. Mit csinálsz? Nem jó! Maradj! Az! Azaz! Te fogjad, basz meg! Azért van az ujjad! Ha nem fogja! Nyilván elbasztam, tehát hogy semmi gond. Elbasztam. És ilyenkor vagyok úgy, hogy a fasznak gyakoroltuk, hogyha egyszerűen ez ennyire tényleg inkonzisztens az ugrás. Hello, Cesz! Köcső! Na pedig ez most elméletileg ugyanúgy csináltam, mint eddig, csak nem volt akkor a momentum. Ez. Hát én beszarok. Haló, Mónika, mit csinálsz? Nem tudom, mit csinál a hülye állatja. Kapaszkodjál, pocok, kapaszkodjál, ott is jó vagy! Azaz. Na és ott ezen a pörgős lófaszon, hogy megyek át. Azt mondja el nekem valaki. Törni az ujjat. El fog törni. Oh. Az ott nem jó. Mi már ezen is meg lehet kapaszkodni. Hát akkor.
Ne szórakozz velem! Jó, figyelj! Azt fog meg, azaz! Azaz! Hát ugye itt ehhez kell egy, hogy láss, kéne látni, hogy pont el kéne kapni ezt a szart. Pont úgy kéne rányúlni. Hello, baktérium úr! Hát ezt be kell márkoljuk, az a helyzet itt. Azt a kurva bazd. Lehet, hogy oldalra kéne úgy menni, nem? Mit csinálsz? Engedd ne! Üff, az a asztok! Balt fogod. Jobbot fogod. Hopp, jobb. Hopp, hopp, hopp. Ez az. Na uram. De azt a pörgetjét azt valaki állítsa most le. Nem tudom, mit csinálok. Az ujjam az úgy görcsöl, az úgy görcsöl, hogy nem igaz, az meg Mónika, Mónika. Na gyerünk, csapó 50, 8000. De ide figyeljétek is, ködmény fejű. Pattog a hangom. Akkor mindjárt megcsináljuk, de most nem tudom megcsinálni, de addig akkor nem beszélek. Na, most legalább be tudjuk állítani. Haló, haló. Aztán kurva. Haló. Most jó. Jó, van, sokat tanítunk ebből a körből.
Az a baj, hogy direkt tudja megcsinálni ez a fostalicska szar, hogy ott ugye nem tudom megfogni a föntit, mert levisz a lendület, és fixen az alsóra droppol vissza. Tehát ez is egy scriptot, hogy ott azzal a lendülettel nem tudsz megmaradni a föntin, fixen leese alulra. Mert ez meg hogy volt? Ez bővített. Most jó a hang? Kácsap. Megint későn engedtem el. Na mindegy, kacok, majd lassan megállunk, mert tényleg nem bírja tovább szegény kezem már. Próbáljuk meg innen. Aztán ezt már folytatjuk szépen. Folyamatába. Oh. Itt így idáig így rendben vagyunk, de ott az a fönti ködmön, az hűl. Látod? És ez van így megcsinálva, hogy fixen itt tudom csak elkapni, és ez olyan szinten irritál engem, hogy nem tudom elmondani. De bár nem tudom, hogy miért, nem tudom miért irritál, mert... Mert itt van egy pillanata alatt ide visszajövünk. Látod, és ott azt nem bírom elkapni, és fixen itt ezt tudja elkapni a pocot. Az amelyek ezt bal kézzel kell kapni. Jaj, hogy ott még van egy olyan is, aha. Na ez mi volt? Mert azt elkaptam és elengedte, de miért? Bazd meg, pedig az ott egy tök jó izé lett volna már, lehet, hogy utána már checkpoint is lenne. Basszus. Jó, minden, most már fel fogok tudni menni odáig. Ez itt most már annyira nem para. Így, hogy láttuk. Ah, de hát ez az ugrás, ezt nem tudom, hogy ezt hogy gondolták amúgy, hogy... Tehát ide kéne egy fixen működő dolog bele, és ez rohadtul nem az. Tehát ezt az egér szenzel megcsinálni, hogy most akkor így pont akkor minden. Ez egy fasság nagyon. Viszont kell, ez a magas szenz kell hozzá a gamehez. Most kacok. Látod? Ez a baj, ezeket nem bírom elkapni már. Jaj, de ügyes vagy. Te nyomorú. Hát nem lesz jó. Vissza. És kert meg a vissza. Jaj, a kezeim. Kapaszkodj, te állat.
Hát ez. Ezeket viszont kurvára nem értem a gyűnbe, hogy ezek mit. Gondolom mind a Sense-nek a izéje szoppantyús járabéka. Elkaptam ezt, nem tudom, hogy csináltuk. Ó, bazd meg ugyan. Hát ez a... De ez hogy lehet? Hát hogyha fogom, akkor hogy engedheti el? Ez, tehát ez hogy tudta elengedni az előbb? Te magyar állat. Igen, ez ott ilyen. Jajjaj, nagyon szerencsések voltunk. Valahol nem baj, az ujjam megy tönkre, semmi más igazából. Értem, tehát a legvégére kell, de ne esik az egérpadról az egér, bazd meg! Cső, Mr. Kispocok! Állj! És pont az meg. Na ez a legpatkányabb izé. Részott, mert ott, hogyha nem húzom vissza, és nem tudom elkapni. Ugye az, hú, bazd meg, ott de jó lett volna átmenni, mert ott voltunk már legvégén gyakorlatilag. Ugye megint most kell 2-3 ugrás, mire ide visszatér a ezért, hogy mit kellett csinálni. Ez már közel volt. Haver, jó van akkor. Ez tényleg fő basz, mert ezt most már ugyanúgy csinálom, mint eddig, valószínű most már fáradok és nem megy úgy, akkor nem tudom az ütemezés. Tehát most ennyit tudok megint produkálni. Úgyhogy ez az ugrás fixen ment már szinte. Most kell megállni is, kacok. Na hát igen, erről beszélünk. Valamit egyébként itt a sensitivity-re kéne kitalálni, mert tehát, hogy így, hogy ekkora szenzen nyomjuk ezt, így ez történik. Ilyen érthetetlen dolgok. Na próbáljuk, passzom. Hova tűnt a momentum? Ez mi a fasz?
Ez mi volt, hogy így elrepültem jobbra föl? A tekerése miatt, hogy így elkezdett tekerni engem az a fos. Hát de ekkora lendület ott nem jöhet. Pedig jött. Na még egy trájus kacok, aztán akkor megyünk be. A kis ujjamat már nem érzem. Abszolút. Az elveszett. Most majd megyek masszírozni. Hát ezt egyébként tényleg kontrollerre javaslom, hogyha valaki ezzel akar játszani. Ez az egére nagyon fáj. Az a baj, hogy tényleg fájtja a kezed. Semmi más nincs. Tehát már nem bírom megcsinálni. Hopp. De viszont a jó hír az az, hogy ez a kövi adása majd beérik ám. Aztán akkor ez majd gyorsabban és könnyebben fog menni, mint a karika csapás. Itt már ezt már megint én basztam, hogy visszahúztam az egeret. Ugye itt, hogyha már most megint ennyit kell baszakodni, akkor, Petit, akkor most már nincs miről beszélni. Sajnos. De érzem is, hogy most már azért basz föl, nem a játék basz föl, hanem az, hogy fáj az ujjam. Fáj a kis ujjam tőle. És az így innentől már ennyi lesz. Úgyhogy még egyszer azért fő szeretnék menni. Na, egyszer még. Ezt meg nem tudom, hogy engedtük, amivel nyomtam a bal gombot. Nem mindig is. Hallod, mondom, nem tudok főmenni már. Ennyit számít. Ha? Komoly. Geci, ne... Tényleg nem bírok. Yeah. Meg kell edzenem újra azért az egeres ujjamat. De azért ez kemény, hogy ennyi idő alatt így elfáradt, bazd meg. Hát kijöttünk a ritmusból, kacok. Hát nem biztos, hogy jó lesz, de... Nem. Hát ez hülye, bazd meg. Meg megcsinálta azt! Ugyanazt megcsinálta! De ez szerintem már nyilván az én izém, hogy az ujjam nem úgy, tehát nem úgy nyomom, mint kellene. Na, skacok, innen lesz a... Na most a kérdés, hogyha innen kilépek, akkor mi történik? Rage quit. Na várjál! Tehát ha kilépek, akkor előről kell kezdeni. Bár mondjuk mindegy, mert az eleje az easy lesz most már így ezzel, hogy így tudjuk, hogy mit, hogy kell. Csak... Na most azt várjál, most ezt megnézem, hogy visszalépek, hogy innen folytatjuk-e, vagy nem. Van egy gyanúm, hogy nem. Tehát van egy erős gyanúm, hogy ez biztos, hogy az elejéről fogja indítani majd. És nem, bazd meg! De akkor van benne save, lol. Jó van, az akkor viszont tök jó hír. Király, király. Oké. Na, skacok. Szerintem még leszek. Na most bazd meg. Ezt tényleg nem bírom tovább most, geci. Úgy fáj. Hát ez a kis ujjam, ez konkrétan ez le van teljesen így. Be van görcsőve, ugye, hogy fogom az egeret, és hogy így kell nyomni hosszan a jobbal gombot, meg így cibálni, olyan nyomorult a szenz benne. Hú, ez kész killer. Na még jövök, skacok, szerintem ma, és most a Robin Hoodot én még előkészítem az utolsó adásra. Mert abban ugye már csak egy adás, ezt most én még kiszedem a maradék sidequestet, meg egy-két ilyen izét, hogy legyen nyilunk, meg ilyenek, és akkor el kéne kezdeni valami gémet. Csak mit? Most ezen nagyon-nagyon erősen gondolkodok. Lesz most egyébként valami új megjelenés itt a... Tudom én, a közelgő 2-3 hétbe. Rábadom, hogy még kérdezem. Mert nagyon-nagyon gondolkodok egy AC Odyssey végigjátszáson.
Az ugye sok idő lesz. DC-n... Jaj, az igaz, az jó ötlet. Alone in the Dark. Uh-huh. Jó van, gyerekek, egyébként nekem visszatérve még erre a game-re tetszik, csak amikor tényleg már ugye az embernek fáj a keze, akkor tényleg, az tényleg már főbaszódik, de úgy maga a játék nekem nagyon bejön. Úgyhogy jó lesz. Jó lesz, ezt mindenféleképpen végigjátsszuk, jó, ezt a mászós puttonyt. Ó, bazd meg, de hallod, még az alkarom is fáj, dick! Na, wait a minute, mi az a Horizon Forbidden West? Rise of the Ronin, az is jön PC-re? Jaj, meg gyerekek, azt nem tudom, kirakta be a Discordra. A Ghost of Tsushima PC. De én azt már 3 éve várom. Meg is könnyeztem. Jobb, mint a kondit. Amúgy ez kemény nagyon, mert itt ugye fixen egy 2 órán keresztül egy ilyen fix görcsbe van a kezed. Tehát itt nincsen, hogy megállsz, meg másik gémbe el vagy 5-6 órát simán, úgyhogy nem fáj. De ez, amikor így szisztematikusan így rá van szorítva az egérre a kezed, és mindig valamit így nyomsz így fixen befeszítve, hát attól persze begörcsöl, bazd meg. Hát én már nem láttam konditermet, gyerekek, több mint 5 éve. Mondjuk ez igen erőteljesen látszik is rajtam, de hát most mindegy, most nem ez a fókusz. Hát pombos kéne pedig, grabó. Ó, Jézus. Jó van. Na, skacok, még a hírekről még mindig nem tudok sajnos semmit nyilatkozni, mert még mindig folyamatban vannak az ügyek, de amennyi bánatos papírt kell intézni ehhez a házhoz, tehát hogy ez... Ez nem igaz. De meg kell, hogy legyen. Ezt most ezzel kelek, ezzel fekszek. Ennek meg kell, hogy legyen most. Már nem lesz meg, akkor vasszapás lesz. Te már átélted? Ja, ez egy nagyon komoly helyzet, mert azért már pénzem is benne van, még az nem is kevés. Úgyhogy, ja. Meg hát igazából az agyam van már benne. Úgyhogy hát ha minden jól alakul, akkor júniusban elméletileg akkor meg lesz ez a költözéses sztori. Hát ha meg nem, akkor nem, olyan nem lesz, hogy nem. Olyan nem lesz. Covid. Fú, bár, ja te akkor költöztetek Covid alatt? Hú, bár meg hát azt nem irigylem. Azt nem irigylem. Jó van, gyerekek. Na, ezt akkor toljuk. Lehet, hogy egyébként úgy lesz, hogy ugye nem fogom tudni fixen ezt itt Twitchen, de rendesen én adásba a YouTube-ra ebbe a Climbosból fog kerülni. Amikor meg tudok jönni Twitchre, akkor meg folytatjuk úgy. Hát úgy, mint az összes többi gémet így mostanában, hogy tudjuk játszani. Ami még nekem itt van a könyvtárban, az egyszer van, ez a Winter Survival. De ezt szerintem még ugyanúgy, mint ezt a Sengoku dinasztit, ezzel még várok igen csúnyán, hogy jöjjenek hozzá tartalmak. És akkor, ja igen, a Forest 2, gyerekek. Na, hát azt kéne belülni valamikorra. Lehet, hogy az lesz, skacok, lehet, hogy Forest 2 lesz. Csak az a baj, amíg a Robin Hoodot nem fejezem be, addig, jaj, bezd meg. Na mindegy. Mindegy. Tehát Forest 2 biztos, hogy lesz, csak nem tudom, mikor. Röviden. Jó, máskászok. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Akkor jövök még, jó? Szerintem egy ilyen... Hát egy óra körülbelül. Nagyjából. Ja, a Pacific Drive-ra gondolsz, Bakterium? Azt most egyelőre nem, az nem fér bele már még egy pluszba, mert az autós annyira úgy nem győzött meg. Aztán, hát na mindegy, majd meglátjuk. Oké, skacok, akkor jövök, jó, aztán majd lesz valami. Próbálok érkezni. 1 óra körülbelül is jövök. Jók legyetek, szevasztó, peace.